ezt, hogy egy, igazából egy hullámvasút volt. Nagyon szerettünk volna nyerni, de ez ugye nem sikerült. Ugye az első fél idő végén adtunk egy 10-12 pontos előnyt a Szolnoknak. Utána visszatudtunk jönni a meccsbe, sőt át is vettük a vezetést. Utána megjött egy rossz széria, és a végére szerintem elfogytunk. Hát sajnos van ilyen, jó lett volna ezt a mérkőzést behúzni, ugye. Bebiztosítottuk volna a harmadik helyünket, de még van egy esélyünk, és erre fogunk holnap törekedni. Mindenképpen győzelmet, mert nekünk ugye ez nagyjából élet-halál kérdés. Nagyon szeretnénk megtartani a harmadik helyünket, és ahhoz elengedhetetlen úgy gondolom, hogy holnap nyerjünk. És hát tudjuk, hogy a Falkó milyen minőséget és erősséget képvisel, egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Amennyire lehetett ebben a két napban felkészültünk, remélem, hogy a szurkolóink segítségével sikerül kiharcolni holnap a győzelmet.